Egy rózsaszál szebben beszél, mint a legszerelmesebb levél. Ez meg nem is egy szál. Találkozón ismerkedtünk meg 2015. december 17-én talán, és aztán 22-én találkoztunk először. A második találkozón meg itt volt ezen falak között, és Eszti a téli éjszakában naívan eljött ide velem. Azért ehhez bizalom kellett, igen. Akkor én már tudtam, hogy hozzám fog jönni. Nem is igaz. Jegyes pár, eljöttetek ide a templomban, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét egyházának szolgái és hívek közösségének színe előtt. Házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek, ezért feleljetek most az egyház kérdéseire. Gábor, megfontoltad a Isten előtt szándékodat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Eszter, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Te
először is az ifjú párnak hosszú boldog életet kívánok. Remélem, hogy hamarosan unokákkal is szaporodik a család, és akkor boldog nagymama lehetek. Egy vagy két kis unokát remélek a közeljövőben. De én azt is kívánom, hogy amennyiben lehet, ismerjék meg a világot, közösen sokat utazhassanak, tanuljanak nyelveket, ismerjenek meg más népeket, kultúrákat, és maradjanak Kecskemét megbecsült polgárai a továbbiakban is, mint eddig. Fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Egy vérből valók vagyunk. Én számoltam, 22-en nem rögtek, még egyszer figyelj. Kártyára a hit, remény, a szeretet, ez tartsa őket össze. Ha a hit ott van a Jóisten mögöttük, és reménykednek, hogy ami ma rossz, holnap megjavulhat, és szeretettel néznek egymás szemébe, akkor minden nehézségen át lehet menni. Elindulunk lefelé, mert előttünk a lejtő, folyékony királynő, kérlek, de légy a búfelejtő. Tölts át a poharamba még egy kortyot, angyalom, ma éjjel mindenemet elmulatom. Álmaink kéklő legény, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Álmaink kéklő legény, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én, pálinka szerelmem, légy az enyém. Eszti és Gábor, nektek már minden megvan, ami ahhoz kell, hogy boldogok legyetek. Szeretitek egymást, megtaláltátok egymást, és mind a ketten nagyon szeretitek a zenét. Azt hiszem, most már csak egy kisebb családi kórust kéne alapítani. Cseppje gyógyi, bánatra, örömre, én téged fogadlak egyszer majd. Gyermekként örökbe, egy kupica reggelire, abból bajod nem lehet, a magyarnak csak ez adhat ihlete. Álmaink kéklő legény. Házassági tanács? Hát csinálják azt, amit az ősök. Nagypapa, nagymama, apuka, anyuka. Csinálják, akkor sokáig házas élet. 88 éves a nagypapa ott ül lent. Ki hordja majd a nadrágot? Hát reméljük, hogy a Gábor. Hát mivel most már minden nő szinte nadrágba jár, ezért nyilván ő is nadrágba fog járni. Az ezt is. Hány gyerekük lesz? Amennyi születik, hát lehet öt is. Gáborból, hát ahogy megismertem eddig, hát nem nézem ki, hogy ő nagyon olyan irányító típus lenne, szóval inkább ezt mondanám.
búcsát akarod felém, nélküled meghalok én, Pálinka szerelmem légy az... Mit kíván az ifjú párnak? Boldogságot! Hadd ad az édesanyjuk legyen. Boldogságot! Köszönjük! Boldogságot kívánunk Esztinek és Gábornak. Annál még többet is. Azt kívánjuk, hogy mindig legyen idejük egymásra, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ránk is lenne ugyanúgy idő. Persze tudjuk, hogy ez merőben sokat kívánunk ezzel, de hát, ha valahol mégiscsak ez megvalósítható. Annyi boldogságot kívánok nekik, hogy világ életükbe eszükbe se jusson, hogy véletlenül sem volt előtte jobb. Sokkal jobb legyen utána, mint előtte, mert el sem tudom képzelni, hogy előtte jobb lett volna, mint hogyha egyáltalán nem csinálták volna meg ezt az egészet. Nagyon sok boldogságot, rengeteg táncolni valót, énekelni valót, de tényleg boldogok legyetek, szépek legyetek. Következő kérdés. Ne kelljen nagyon sok mulatost hallgatnotok. Beszélgetni fontos dolog. Nagyon fontos, mi mindig ezt tesszük, reggel, délben és este is. Lefekvés előtt, után és közben is. Fontos a beszélgetés. Boldogságos, boldogságos! Mindenképpen harmonikus hétköznapokat! Illető... Kedves Gábor, nagyon örülök, hogy itt lehettek a bulitokon. Megtisztelve érzem magam, hogy ennek segítői lehettem. Nagyon örülök, hogy megismertel benneteket. Fantasztikus embert látok Gáborban és a Szeszterben is. Az Úristenek óriási csodája, hogy benneteket össze simított, és még nagyobb csodája lesz, ahogy benneteket kibont majd egymás számára. Úgyhogy szívesen fogok majd veletek találkozni az utcán, amikor az első, második vagy akár ötödik gyereket tologatjátok majd az utcán. Nekünk is otthon ne felejtsétek el. Boldog életet kívánok nektek, Isten megáldva. Sziasztok!